Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV Mozaik című közéleti magazinját látják. A Szerencsejáték ZRT játszótér építési programjának keretében egy új játszótér készült el a római városrészben, közvetlenül a víztorony mellett. A 11 játékelemes úgynevezett befogadó játszótér a fogyatékossággal élő és az évgyermekek számára teremtik meg a közös játék örömét. A játszótér átadására december első napján került sor. Nem hálás dolog december első napján, ráadásul zuhogó esőben játszóteret avatni, bár most készült el, most került rá sor, és ha bármikor is jobb idő lesz, a gyerekeket ez a részletkérdés nem fogja különösebben foglalkoztatni. A Szerencsejáték ZRT a játék összeköt program keretében eddig 27 olyan játszóteret épített, ami a fogyatékossággal élő és az épp gyerekek számára teremti meg a közös játék örömét, hiszen, ahogy a program is vallja, nem az a fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt. December első napján a 28. befogadó játszóteret adták át itt Dunajvárosban. Jelen volt az eseményen dr. Mészáros Lajos a térség országgyűlési képviselője, aki felolvasta köszöntőjét, illetve méltatta az eseményt, meg Pintér Tamás Dunajváros polgármestere mondott beszédet, aki kiemelte azt az együttműködést, ami egy új játszóteret jelent mostantól Dunajvárosnak. Nagyon fontos az, hogy az itt ide látogató gyermekek, akik akár fogyatékossággal élnek, vagy azok az egészséges gyermekek, akik velük együtt játszanak, az együttjátszás élményének köszönhetően olyan felnőtté tudnak válni, amely elfogadó és befogadó lesz. Nagyon fontos számunkra, hogy az itt kialakított, 400 négyzetméteren kialakított játszótér, amely 11 játékelemet tartalmaz, a városunkkal összefogva, ami számunkra egyébként azt jelenti, hogy átadva a területet, a játszóteret későbbiekben is üzemeltetve és fenntartva, lámpákat kiépítve, a mozgássérült parkolót kiépítve, járdát kiépítve, kerítést kiépítve, illetve egy ivókutat is ide telepítve meg tudtuk valósítani összefogással, ahogy már mondtam, ezt a befogadó játszóteret. Az átadón beszédet mondott még Knap István, a Szerencsejáték ZRT régió vezetője, és Drávuc Rita, világ- és Európa-bajnok, olimpikon, vízilabdázó, a játék összeköt program jószolgálati nagykövete is. Kislányomat is, és az összes többi fogyatékossággal élő családot is úgy gondolom, hogy képviselhetem, és elmondhatom, hogy mennyire fontosak ezek az akadálymentes játszóterek, hiszen alkalmunk nyílik meglátogatni és itt eltölteni sok-sok órát közösen más családokkal, gyermekekkel, hiszen ahol homok van, kavics van, kerekesszékkel, bottal, járókerettel, babakocsival is akár, nem lehet közlekedni rajta. Úgyhogy azon kívül, hogy egyenes a talaj és biztonságot ad, hogyha a gyerekek leesnek, nagyon színes és tele van játékkal, hát hogy kicsit visszacsöppenünk a saját gyerekkorunkba, talán ilyennek képzeltük el, hogy bárcsak ennyi mindent lehetne egy játszóteren csinálni. Az átadó valamennyi hozzászólója azt hangsúlyozta, hogy példaértékű összefogással példaértékű beruházás született most. Ezek a közösségi terek a fogyatékossággal élő és az épp gyerekek számára teremtik meg a közös játék örömét, hiszen ahogy a program is vallja, nem az a fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt. Újtelepi Mikulás partit szerveztek szombaton délután. Természetesen Újtelepen, és természetesen hagyományosan, hiszen évek óta szuperprogramot raknak össze a szervezők, ahol a város részben élők gyűlhetnek össze. Itt minden esetben jó hangulatú találkozások, beszélgetések zajlanak, de a főszereplők egyértelműen a gyerekek. Ez a nap főleg nekik és róluk szól. Újtelepi Mikulás partit szerveztek szombaton délután, természetesen Újtelepen, és természetesen hagyományosan, hiszen évek óta szuper programot raknak össze a szervezők, ahol a városrészben élők gyűlhetnek össze. Itt minden esetben jó hangulatú találkozások, beszélgetések zajlanak, de a főszereplők egyértelműen a gyerekek. Ez a nap főleg nekik és róluk szólt. Azt gondolom, hogy ez már hagyomány számunkra, ez a 9. alkalom, és egyszer ki kellett hagyni a pandémia miatt, de csináljuk, és azt gondolom, hogy nagyon megköszönöm a Városvédők Újtelepét Egyesületnek a munkáját, a segítőknek, a támogatóknak, és azt gondolom, ez a sok gyerek, aki ma este el fog jönni, azt gondolom, hogy örömére szolgál, hogy a télapóval találkozhat.
meg ez egy közösségszervező dolog is, és azt gondolom, hogy nagyon fontos ez számunkra, hogy Újtelepen életet vigyünk, és azt gondolom, ami elkezdődik majd hétfőtől, hogy az ablakokban díszek lesznek, és az egész Újtelepen lesz virágozva. Készülve az adventre, ez egy nagyon fontos dolog. A Városvédők Újtelepért Egyesület, mint szervező ismét kitett magáért, és nagyon sok apróbb és persze nagyobb program elemet is belecsempészett a Mikulás parti kínálatába. A Mikulás vonatot ne nevezzük apróbb figyelmességnek, de mondjuk az ünnepi szelfigépet mindenképpen, hiszen csodálatos ünnepi családi fotók készülhettek és készültek is. Van egy hatalmas nagy mágiánk, amit szeretnénk meggyújtani, és reméljük, hogy meg is tudjuk, mert nagyon óvtuk az esőtől egyébként. Forralt borral, teával várjuk az embereket. Van egy tűzoltóautónk, amire fölmehetnek a gyerekek. Tehát ott van egy nagyon kedves tűzoltó emberke, aki a gyerekeket megengedi, hogy bemenjenek a vezető fülkébe, megmutat nekik mindent. Én azt hiszem, hogy ez hatalmas élmény a gyerekeknek. Valóban hatalmas élmény. Hát még találkozni a Mikulással, mert hogy erre is sor került. Igaz, várni kellett a nagy szakállúra, és lásd csodát, a piros ruhás késése cseppet sem zökkentette ki a gyerekeket. Ugyanolyan áhítattal néztek a jóságosra, és szavalták a versecskéket. Láthatóan jól érezte magát mindenki. Mi 3 éve lakunk Újtelepen, minden évben eljövünk, nagyon várjuk minden évben, nagyon lelkiismeretesen mindig készülnek is rá az újtelepi szervezők, mindig időben jövünk, mindig készülünk mondókával is, és mindig nagyon jó a Mikulás is, a kisvonat is nagyon szuper szokott lenni, csomó ajándékot kapunk, aminek mindig örülünk, főleg a kiskömnek, úgyhogy mi minden évben visszajárunk. Az idei újtelepi Mikulás parti igazán jól és jó hangulat telt, természetesen a gyerekek legnagyobb örömére. Örömteli fejlesztésekről kaptunk hírt, ez alkalommal a Vasvári Pál általános iskolából. A múlt héten átadott tornaszoba a Makrai Terem nevet viseli, ezzel is tisztelegnek az intézmény volt pedagógusa, Makrai Tiborné emléke előtt. Legyen szó akár eszközfejlesztésről, vagy egy új helyiség kialakításáról, mindig óriási öröm, amikor egy oktatási intézményben olyan fejlesztéseket tudnak véghez vinni, amely a gyermekek fejlődését szolgálja. Éppen ezért is lehettek nagyon büszkék a Vasvári iskolában, ahol a múlt hét csütörtökön adták át ünnepélyesen azt a tornaszobát, amellyel további mozgási lehetőséget és új sportágak kipróbálását biztosítanak az intézményben járó gyermekek számára. A Sportiskolák Országos Szövetségének pályázati forrásaiból, illetve a DKSE birkózó szakosztályának felajánlásából kialakított helyiségben Gálosvai Tíme a igazgató köszöntötte a megjelent vendégeket, majd érdeklődésünkre elárulta, elsősorban azért vágtak neki a fejlesztésnek, hogy még színesebbé, teljesebbé tegyék tanulóik mozgási lehetőségeit. Egy iskolában nagyon fontos, hogy a gyerekek mindennapi testnevelése megvalósuljon. Sportiskolában ez meg egy különösen fontos terület. Mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy minden testnevelés óra megfelelő szakmai háttérrel működjön, és egy kicsit kevésnek éreztük a meglevő lehetőségeket, és ezért igyekeztünk a pályázati forrásokat megtalálni. Sportiskolák Országos Szövetségének tagjaként egyértelmű volt, hogy az általuk nyújtott pályázati lehetőségeket aknázzuk ki, és mivel köznevelési típusú sportiskolák között országosan a második helyen állunk általános iskolai kategóriában, így elég nagy összeggel tudtunk pályázni. Ennek az összegnek a felhasználása természetesen sport célokra történt, és ennek egyik eleme ennek a tornaszobának a kialakítása. Az itt látható bordásfalak, a különböző eszközök, melyek bent vannak a szertárba, a védőburkolatok, a festés és minden egyéb más ebből valósult meg, a tornaszőnyeget pedig a DKSE szakosztályától kaptuk meg, amit nagyon köszönünk ezúton is. A gyerekeknek egy csoda, hiszen egy olyan teremről van szó, aminek a puha ajzatán bátran lehet nem csak játszani, hanem viháncolni, és bátran lehet talajgyakorlatokat végrehajtani, birkózni, és minden olyan elemet megvalósítani, ami egy tornatermi kemény ajzat esetében szőnyegeket és egyéb mást igényel. Bátrabb és szakmailag nagyon jó lehetőség. Vettünk már TRX-eket, ezt is bővíteni szeretnék. A szembe levő üres falra vannak elképzeléseik. Hát nem tudom, a mászófal sikerülni fog-e, hiszen a költségek nagy mértékben meghatározóak, de nagyon örülnének ennek a dolognak. Kötélkifeszítés lesz, hogy az erősítő gyakorlatokat így is tovább tudjuk folytatni.
és még bombáznak a kollégák nagyon sok olyan dologgal, aminél egy vezetőnek mi a feladata, megkeresse hozzá a pályázati forrásokat. A múlt héten átadott termet az iskola volt pedagógusáról, Makrai Tibornéról nevezték el. Egyáltalán nem érdemtelenül, ugyanis az intézményben 36 évig tanító pedagógus volt az, aki megálmodta és elindította a sporttagozatot, árulta el Gálosvai Tímea. Szerettünk volna egy kezdeményezést elindítani, és a termeinket nagyon fontos iskolánk számára ikonikus alakokról elnevezni. A nevelőtestület összeült, és a szavazás eredménye Makrai Tibornéra esett. Ő volt iskolánkban az a személy, aki magát a sportot, a sporttagozatot elindította, és első és utolsó munkahelyeként gyakorlatilag a Vasváért élt és tevékenykedett. Számunkra megtiszteltetés, hogy róla nevezhettük el ezt a termet. Nagy örömmel jött el az átadóra Mátyás Gábor, a DKSE elnöke, valamint a birkózó szakosztály szakmai igazgatója, aki elmondta, bízik abban, hogy az új tornaszobának is köszönhetően még több gyermeket tudnak megnyerni a DKSE, illetve a birkózó szakosztály számára. Úgy jött a lehetőség, hogy itt is ebben az iskolában is igény volt erre a mozgásformára, és mi meg örömmel támogatjuk az ilyen kezdeményezéseket, hiszen ez jó az intézménynek is, jó az egyesületnek, jó a sportágnak, úgyhogy mellé álltunk, és közösen, tehát nem a DKSE egyedül, ez közösen az iskolával alakítottuk ki ezt a termet, és ami a legfontosabb, hogy elsősorban a gyerekek élvezik ennek a gyümölcsét. Ez most indult be, úgyhogy ez a tavalyi tanév második felétől, és hát bízunk benne, hogy majd ez hozza magával azt, hogy a birkózás itt is hát elfogadott sportág lesz, és lehetőséget kapnak azok a gyerekek, akik ide járnak, hogy megismerkedjenek ezzel a sportággal, megszeressék esetleg, és utána később komolyan is műveljék majd ezt. Mátyás Gábortól egyébként azt is megtudtuk, hogy Kis Károly birkózó edzőnek hála, vannak a Vasváriban is olyan gyerekek, akik komolyan érdeklődtek már a birkózás iránt. Mondhatni tehát, hogy a nagy képet tekintve tényleg sínen van a projekt. A következő percekben az Ormos Intézet megbízásából készült összeállítást láthatják. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Köszöntöm, doktor úr. Üdvözlök mindenkit. Ugye általában olyan kérdésekkel fordulunk Önhöz, melyek konkrétan az egészségünkhöz kapcsolódnak, azonban nagyon tudja befolyásolni az ember életminőségét az is, hogyha belenéz a tükörbe, és nem pontosan azt látja, amit szeretne. Erre van-e valamilyen megoldás azon túl, hogy egy tonna sminket felhelyezzünk? És... rendkívül jó kérdés, igen. Hát igen, hogyha ha olyan kezelési eljárást kéne választani, ami az arcbőr megfiatalítását és mondjuk egy elég erőteljes ránctalanítást feltételez, akkor ezt intézeten belül általában lézerrel szoktuk megcsinálni. Tehát a lézer az nagyon sok mindenre jó. A lézer nagyon sok mindenre jó, így van. Számtalan eszközzel, számtalan alkalmazási területen tudjuk bevetni. A szépészetben úgy lehet ezt bevetni, hogy azt az arcnak a teljes felszínét nagyon-nagyon sok ponton egy lézer nyalábbal ingereljük, sértjük, és ezzel olyan regenerációs feladatokat tudunk. Az, hogy elindítani, az egy enyhe kifejezés, berobbantani, ami végül is ahhoz fog vezetni, hogy az arcbőr az éveket fiatalodik vissza. Tehát, hogyha ilyenkor az illető egy sikeres kezelés követően tényleg belenéz a tükörbe, akkor az arca az kb. 10 évvel vissza tud fordulni az időbe. Megütötte a fülemet az a kifejezés, hogy az arcbőrt lézerrel sértjük. Uh-huh. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Hát, ez egy érdekes dolog. Erre van egy megfelelő lézer eszköz, amivel ezt meg lehet tenni. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy az arcban megfelelő változásokat tudjunk elérni, ahhoz meghatározott mennyiségű kis lézerpontot kell rajta elhelyezni. Ez viszonylag sok. Tehát itt úgy kell elképzelni, hogy egy négyzetcentiméterre körülbelül 60 darab szúrás, kis apró kis lézerszúrás esik, és ezt az egész arcon végig kezeljük egymás után kétszer. Tehát rettenetes mennyiségű inger jut el ilyenkor a bőrhöz. Ez nagyjából a másnapra egy elég erőteljes bőrpírt fog okozni, és beindít olyan folyamatokat, amiknek a végeredménye az lesz, hogy a bőr megújul, megfiatalodik, és azok a pici apró mimikai ráncok, amik egyébként nagyon zavaróak tudnak lenni, és hogyha valóban, ha belenéz valaki a tükörben, akkor az illetőt az életkorára szokták emlékeztetni, ezek gyakorlatilag eltűnnek.
mély ráncok, amik miatt szintén szokták kérni ezt a kezelést, azok sekélyebbé válnak, a nagyon mély barázdákat nem lehet ezzel eltüntetni, de sokkal sekélyebbé lehet tenni, tehát még a nagyon idős, nagyon ráncos bőrön is tudunk fiatalítani legalább 10 évet. És ez azért jelentős változásokat hoz az ember életében, hogyha egyszer csak jó pár évvel fiatalabbnak néz ki. Igen. Nyilván ez nem egy konkrét egészségügyi probléma. Tehát az, hogy az illető embernek az arcbőre öregszik, ez egy normális, természetes folyamat, csak ezzel nem szeretünk igazándiból szembesülni. És azt hiszem, hogy sok esetben... Hát mit húzott a genetikai lotton? Tehát, hogy van, akinek hamarabb öregszik a bőre, van, aki vele pontosan egy idős, és még csodálatos állapotban van. Igen. Hogyha azok, akik a rövidebbet húzták, ők, nekik is van megoldás. Van, így van, és hát maga a kezelés az úgy zajlik, hogy nyilván érzéstleníteni kell az arcot, le kell ápolni előtte az arcot, fertőtlenítővel kell lekezelni az arcot, a szemet védeni kell a lézersugárzástól ilyenkor, hiszen abban is sérüléseket tud elérni ez az egész, hogyha nem figyelünk, de figyelünk, úgyhogy ilyesmire nincsen esély. És innentől kezdve ezt a kezelést, ezt meghatározott időközönként összesen 3 alkalommal, hogyha megismételjük, akkor a kezelés végére tényleg az a helyzet áll elő, hogy az illető belenéz a szűkörbe, és egy teljesen más ember néz vissza. Majd utána, hát nyilván a kort azért ilyenkor sem lehet megállítani, tehát évről évre azért szokták ezt a kezelést ismételtetni, de abban az állapotban meg tudja tartani az illető az arcbőrét és a tükörképét, amit egyébként ő szeretne látni. Ez férfiaknak és nőknek is ajánlott. Ez nemtől függetlenül, tehát hogyha ha férfiak ilyen igényel lépnek föl, akkor gond nélkül meg tudjuk csinálni férfiaknál is. Ott a borosti miatt egy picit nehézkesebb a dolog. Különféle kuponos és ilyen-olyan oldalakon lehet olvasni, hogy kozmetikusok végeznek ilyen és ehhez hasonló megoldásokat. Gondolom, ez nagyon fontos, hogy egy biztonságos, orvosok által hitelesített környezetben történjen. Ez konkrétan orvos végzi. Tehát itt nem asszisztencia, nem kozmetikus végzi ezt a kezelést, ezt orvos kezében történik ez az egész kezelés, és ezt megelőzően, mielőtt ebbe beleengednénk bárkit, egy bőrgyógyászati állapotfelmérés az kell, hiszen az arcon lehetnek olyan eltérések, amit lézerre konkrétan nem szabad még csak megérinteni sem. Hogy ilyesmi van vagy nincs, ezt egy bőrgyógyász először feltérképezi, ezt követően, hogyha az illető alkalmas erre a kezelésre, akkor megtörténik ez a kezelés, nyilván utána ellátjuk megfelelő tanácsokkal, eszközökkel, hogy amíg azok a folyamatok, amik ilyenkor tényleg berobbannak az arcbőrbe, lezajoljanak, mit alkalmazzon, hogy esetleg könnyebben tudja ezt az átmeneti időszakot viselni. Milyen viszont hosszú utána, ez az átmeneti időszak? Hát ami igazán látványos, az 2-3 nap, és aztán utána szépen lassan, fokozatosan azok a tünetek, panaszok, amik a kezelés kapcsán normálisan jelentkeznek, és a regenerációs folyamatnak a részei, azok teljesen lecsengnek. Mennyi idő a teljes gyógyulás, mikortól látható az eredmény? Hát az eredmény az kiindulási állapottól is függ nyilván, tehát azért nincs két ugyanolyan arcú ember, de hogyha elvégeztük ezt a kezelést, akkor hogyha 3 kezelés lezajlott, akkor a 3. kezelést követően, amikor a nagyon, nagyon prominens bevezető panaszok, tünetek megszűnnek, akkor onnantól kezdve, tehát a 3. kezelés követően 1-2 héttel ez már elég látványos tud lenni. És gondolom ez aztán visszahat a pszichikai állapotára is a adott embernek. Természetesen, persze. Annyi hozzáfűzni való mindenféleképpen van, hogy ezt a kezelést, ezt nem szoktuk igazándiból nyáron végezni, hiszen a napból jövő UV-sugárzás, azokat a változásokat, amiket ilyenkor ezzel a lézeres kezeléssel elindítunk, azt kompletten meg is tudja állítani. Tehát dübörgő nyáron ezt inkább nem szoktuk csinálni, ez inkább az ősznek, illetve a télnek, kisebb részt a tavasznak a kezelése, azért mert akkor az UV-sugárzás nem annyira erős, hogy ezzel igazándiból számolni kéne. Tehát akkor az a fontos, hogy ne csak a belső egészségünkre figyeljünk, hanem a külsőre is, és amit csak lehet, és amitől mi jobban érezzük magunkat, azt tegyük meg önmagunkért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat visszanézhetik közösségi oldalunkon és a YouTube-on is. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!